Szeretettel köszöntök mindenkit a Science Campus előadás sorozat mai alkalmán. Szíbert Máté vagyok, és itt a Természettudományi Kar Nukleáris Technika Intézetében dolgozom. Szakterületem a reaktorfizika, és ma is egy olyan témát hoztam, ami ehhez kapcsolódik. A gyors reaktorokról fogunk beszélni. Vágjunk is bele, ahhoz, hogy megértsük a gyors reaktorok működését, néhány alapfogalmat kell elsősorban tisztáznunk. Ugye ezek azok a fogalmak, amiket a reaktorfizika a magfizikából elsősorban felhasznál. Ugye a legfontosabb dolog az, hogy a neutronok, ahogyha atommagokkal ütköznek, akkor magreakciókat válthatnak ki, és két fontos magreakció kell most megegyezzünk ahhoz, hogy a mai előadást megértsük. Ez egyrészt a neutron befogás, ilyenkor a neutron elnyelődik, és további neutron kibocsátás nincsen, az atommag tömegszáma egyel nő, hiszen egyel a neutron száma egyel nő, egyel nagyobb neutron számú izotóp keletkezik. Magasodás esetében viszont két darab új izotóp, tehát két hasadvány, hasadási termék keletkezik, plusz több neutron is. Ez, hogy hány darab neutron, ez egy fontos szám, amit nővel fogunk jelölni, és plusz még energia szabadul föl, hiszen végül is ez az atomenergetikának a lényege. A reakció bekövetkezésének a valószínűségét az úgynevezett hatáskeresztmetszettel írhatjuk le. Erről most elég annyit tudnunk, hogy ez a szigmával jelölt mennyiség egy adott reakcióra arányos lesz azzal, hogy milyen valószínűséggel vált ki egy neutron az adott reakciót a maggal találkozva. A hatáskeresztmetszetnek egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy az függ a neutron energiájától. Magyarán a reakció bekövetkezésének a valószínűsége az függ a neutron energiájától. Vannak olyan reakciók, amik akármilyen kis energiájú neutron által kiválthatóak, tehát amelyek igazából nem igényelnek gerlesztést. Ezeknél az a jellegzetesség figyelhető meg, hogy minél lassabban halad a neutron, tehát minél kisebb az energiája, annál nagyobb ez a hatáskeresztmetszet. Ezt hívjuk 1 per V, tehát a sebesség reciprokával arányos hatáskeresztmetszetnek. Egy másik fontos fajtája a hatáskeresztmetszeteknek az a rezonanciák, tehát hogy vannak olyan kitüntetett neutron energiák, ahol sokkal nagyobb egy konkrét kitüntetett energia, sokkal nagyobb a reakció bekövetkezési valószínűsége, mint más energiákon. Ez azt jelenti, hogy ha a neutron pont arra az energiára, pont azon az energián találkozik a maggal, akkor nagyon valószínű, hogy ez a reakció be fog következni. És még fontos, hogy vannak úgynevezett küszöbb reakciók, amik csak bizonyos neutron energia felett mennek végbe. Nézzük meg ezt most konkrétan az urán-235 és az urán-238 hasadási hatáskeresztmetszetén. Itt a narancssárga az urán-235. Jól látható ez a bizonyos 1 per V viselkedés. Az urán-235-öt ezért más magokhoz hasonlóan a hasadóképes atommagnak hívjuk, hiszen akármilyen kis energiájú neutron hasadást tud kiváltani benne, és hát ennek megfelelően legnagyobb valószínűséggel pont a kis energiájú, lassú neutronok fogják kiváltani a hasadást. Az urán-238 ezzel ellentétben csak bizonyos küszöb energia fölött van egyáltalán valószínűsége annak, hogy a hasadás bekövetkezik. A kettő tartomány között található ez a rengeteg sok rezonancia, ugye itt nagyon sok nagyon széles energiatartományt hidalunk át, ezért itt ez nincsen részletesen fölbontva, sok rezonancia található, amelyeknél egy-egy konkrét energián ugye a hatáskeresztmetszet mértéke megnövekszik. El lehet mondani, hogy az urán-235 és például a plutónium-239 hasadóképes mag, de a nehéz magok, tehát az urán és az a fölötti izotópok gyakorlatilag küszöbb energia fölött, valamilyen küszöbb energia fölött, mint az urán-238 is mindenképpen hasadnak.
A láncreakciót valószínűleg mindenki ismeri, túl sokat nem akarom részletezni, csak azt a nagyon fontos elemét, hogy egy lassú neutron váltja ki a hasadását az urán-235-nek, hiszen azt láttuk, lassú neutronoknál nagy a hatáskeresztmetszet, a hasadási hatáskeresztmetszet. Viszont a nagy hasadásban a nagy energia mellett nagy energiájú neutronok is jönnek létre, ezeknek 1-2 megaelektron volt energiájuk van, és szükségünk van egy úgynevezett moderátor anyagra, egy neutron lassító közegre, amelynek az atommagjain szóródva a neutron lelassul, hogy aztán, hogyha kritikus önfenntartó láncreakcióról beszélünk, akkor átlagosan egy, aztán újabb hasadást váltson ki. Tehát ez a láncreakció logikája, és van itt benne egy nagyon fontos lépés, hogy a hasadásban keletkező gyors neutronoknak le kell lassulniuk, hogy újabb hasadást tudja kiváltani. Hogyan lassulnak le a neutronok? Ez a nagyon egyszerű kis ábra mutatja ennek a logikáját. Ez bárki biliárdgolyókkal biztos ki tudja próbálni, vagy látta már ezt, találkozott vele, hogy ha két azonos tömegű magról beszélünk, akkor két azonos tömegű tárgyról, golyóról, akkor hogyha azok centrálisan ütköznek, akkor az egyik akár a teljes energiáját is átadhatja a másiknak. Ha viszont az egyik jóval nagyobb energiájú, mint itt a lenti esetben, akkor csak kevesebb energiát ad róla, gyakorlatilag visszapattan róla, csak kevés energiát lead. Ebből az következik, hogy a neutronok a kis tömegű magokon szóródva lassulnak jó hatásfokkal, és egy jó neutron lassító anyagnak, moderátornak ilyen kis tömegű anyagokat kell tartalmaznia. Ilyen alapvetően ugye természetesen a hidrogén, hiszen a hidrogén egy magja, egy darab protonnak tömege megegyezik a neutronéval. De még a kettes tömegszámú hidrogén, tehát a hidrogén izotópia, a deutérium, amely a nehéz vizet alkotja, az is elégendően kicsi, és hát innentől már keresni kell a megfelelő magokat, de a következő, amit nagyon gyakran használnak neutron lassítás céljára, az a szén, 12-es tömegszámú, vagyis annak pedig a grafit formájában leginkább. Itt fontos talán rögzíteni, hogy gyakran van egy félreértés, hogy a moderátor az lassítja a láncreakciót. A moderátor nem a láncreakciót lassítja, hanem a neutronokat. A láncreakciót pont hogy gyorsítja. Tehát, hogyha több moderátorunk van, hatékonyabb moderátorunk van, és a neutronok jobban, nagyobb számban lelassulnak, akkor a hasadások száma növekszik, tehát a teljesítmény növekedni fog. Tehát a moderátorhoz pont arra van szükség, hogy egy adott hasadóanyag mennyiségből össze tudjunk állítani egy kritikus reaktort és egy önfenntartó láncreakciót. No hát akkor lássuk, hogy alakul a neutronok spektruma, tehát energiaeloszlása egy termikus reaktorban. Láttuk ugye, hogy nagy energián gyors neutronként keletkeznek, és innen fognak lelassulni ütközések révén. Tehát egymást követő ütközések révén, ezt próbáltam itt ábrázolni, ugye logaritmikus skálán vagyunk, és azt mondhatjuk, hogy mindig bizonyos hányadát veszíti el az energiájának, tehát mindig valamekkora távolságot ennek megfelelően megtesz a skálán. És sok ütközés révén végül eljut ebbe a tartományba, amit úgy hívunk, hogy termikus tartomány. Itt azt ábrázoltam, hogy itt akár energiát is nyerhet, ugyanis valahol itt van a moderátor hőmérséklete, tehát ez az az energia, ami meghatározza a moderátor magoknak az energiáját, hiszen a anyag hőmérséklete az gyakorlatilag az atomoknak az energiájából adódik. Tehát egy egyensúlyba kerül a neutron a moderátor hőmérsékletével. Ha kisebb az energiája, mint a moderátor hőmérséklet, akkor ütközésnél energiát nyerhet, ha nagyobb, akkor energiát ad át, és akkor lelassul. Ezért mondjuk, hogy a moderáció folyamatát, a neutron lassulás folyamatát termalizációnak, és termikus neutronoknak, vagyis a
moderátorral hőmérsékleti termikus egyensúlyban lévő neutronoknak, a lassú neutronoknak. Ebből fakad a termikus reaktor kifejezés is, amely reaktorban alapvetően termikus neutronok hatására következnek be a hasadások. Tehát ez ugye a termikus neutronok csoportja. Na most akkor hogyan lehet, a gyors reaktor lényege az lenne, hogy a láncreakciót moderátor nélkül történik. Hogyan lehet megtenni, hogyan lehet kialakítani láncreakciót moderátor nélkül, ha egyszer láttuk, nagyobb energiákon sokkal kisebbek a hasadási hatáskeretmetszetek. Ez több dolog is kompenzálja. Ez egyik, amivel ezt kompenzáljuk a reaktor megtervezésénél, hogy több hasadóanyagot igazából sűrűbben, nagyobb dúsítással kell a reaktorba tenni, hogy a kisebb hatáskeresztmetszetet azzal pótoljuk, hogy a neutron sokkal több mag, vagy nagyobb valószínűséggel találkozik egy maggal. Mivel a neutronok kevésbé lassulnak le, nem mennek végig azon a rezonancia tartományon, ahol az a sok rezonancia volt, az urán-235 hatáskeresztmetszeténél is láttuk, ezért a rezonancia elnyelés mértéke is csökken. És az egyik legfontosabb pedig, hogy a nagyobb energiájú neutronokra a nü, emlékszünk a hasadásokban keletkező neutronok száma, az nagyobb. Itt ezt egy lineáris skálán láthatjuk, a neutron energia a megaelektron voltos tartományban gyakorlatilag lineárisan nő, a nü lineárisan nő a neutron energiával. Azt is láthatjuk, hogy az urán-235-re egy picit mindig kisebb a nü, a plutónium-239-re annál nagyobb. Itt a skála elején látjuk ezt a nevezetes 2,4 között körüli számot, urán-235-re termikus reaktorban egy hasadásban átlagosan 2,4 neutron keletkezik. Akkor most lássuk, hogy hogyan néz ki a gyors reaktornak a spektruma, tehát a gyors neutron spektrum. Itt is ugyanolyan energián keletkeznek a hasadási neutronok, viszont mivel nincsen moderátor, hanem helyette nagy tömegű magokkal találkozik csak a neutron, ezért sokkal kisebb az energiaveszteség egy lépésben, és így aztán mielőtt eljutna a termikus energiákra, valahol elnyelődik, és hasadást vált ki, vagy befogódik, vagy hasadást vált ki. Ennek megfelelően a neutronok energiája, jól látjuk, hogy itt a kiloelektron volt tartomány alatt már nagyon gyorsan csökken, gyakorlatilag itt már alig vannak neutronok. A neutronok túlnyomó része a kiloelektron volttól a megaelektron voltig, 10 megaelektron voltig való tartományban vannak. Láttuk, hogy valóban ebben a tartományban a nü, ugye a megaelektron voltos tartományban már nagyobb, és ezért ez a nagyobb, átlagosan nagyobb energiájú hasadás, átlagosan több neutront kelt, ez kompenzálja részben a moderátor hiányát. Na hát akkor hogyan is építünk reaktort? Igazából, ahogy láttuk, ami a legfontosabb, ugye az üzemanyag ugyanaz, ami más lesz, az az üzemanyagot hűtőközeg, hiszen azt nem tudjuk elkerülni, hogy a neutronok úgymond a hűtőközeg magokkal is ütközzenek. A üzemanyagot ahhoz, hogy megfelelően hűtni tudjuk, azt át kell járni a hűtőközeg. Praktikusan ugye üzemanyag pálcáink vannak, amik között áramlik a hűtőközeg. De itt most csak olyan hűtőközeget használhatunk, aminek a moderálási hatása minimális, nem tartalmaz könnyű elemeket. Ez rögtön kizárja a legkézenfekvőbb jelöltet, a vizet, amit alapvetően hűtésre szeretünk mindenütt használni. Ezen kívül természetesen egy jó hőelvonási képességünk kéne legyen, hiszen nagyobb a dúsításunk, tehát nagyobb lesz a teljesítménysűrűség is. Egy kis kompakt, nagyobb hasadóanyag tartalmú zónáról beszélünk. És lehetőleg minimális legyen a parazita neutron befogás, tehát a nem hasadó anyagban történő neutron befogás. Miután a vizet kizártunk, meglehetősen extrém lehetőségeink maradtak csak. Ezek gyakorlatilag folyékony fémek, gázok. Ezek közül gyakorlatilag ez a három vagy négyféle állja meg a gyakorlatban is a helyét. Az egyik a folyékony nátrium,
aztán a folyékony ólom, esetleg a ólom bizmut eutektikum, aminek az olvadáspontja az óloménál alacsonyabb, vagy a hélium. Most a hélium hogyan ide? Ennek ugye nagyon kicsi a tömegszáma, viszont ez gáz, tehát kicsi a sűrűség, ennél fogva kevés ütközés történik, és így aztán moderálás, tehát neutron lassítás sincsen. Tehát a gázhűtés is alkalmas lehet arra, hogy moderátor nélküli gyors reaktort alakítsunk ki. Nézzük pár jellemzőjét ezeknek a lehetséges hűtőközegeknek gyors reaktorokban. Azt látjuk, ugye zölddel azt látjuk, ami kedvezőbb, mint a másik esetben, nem feltétlenül a víznél. Pirossal, meg ami elsősorban kihívást okoz. Rögtön látjuk, hogy az óromnál ugye nagyon magas az olvadáspont. Ez azt jelenti, hogy a hűtőközeget folyamatosan ennél magasabb hőmérsékleten kell tartani. Ez elég komoly kihívás lehet. A nátrium olvadáspontjai sem alacsony, de ha belegondolunk, a hagyományos könnyűvizes reaktorokban, nyomatvizes reaktorokban és a primerköri hűtőközeg gyakorlatilag folyamatosan lefölött a hőmérséklet fölött van. Tehát ez valószínűleg nem okoz akkora problémát, mint hogy a gyakorlatban valóban nem okoz problémát. A nátriumnak nagy a hőkapacitása, nagyon jó hővezető. Mindenki ismeri azonban valószínűleg a heves nátrium-víz reakciót, hogyha látott már a vízen szaladgáló nátrium darabkát kémiaórán, illetve hogy a nátrium gyakorlatilag a levegővel is, a folyékony nátrium az a levegőre kerülve gyakorlatilag meggyullad, nátrium tüzet eredményez. Tehát ez egy nagyon komoly probléma lehet. Kedvező, hogy kémiailag kompatibilis, tehát nem korrózív a rozsdamentes acéllal, tehát igazából egy ilyen kézenfekvő szerkezeti anyagot, mint a rozsdamentes acél tudjuk használni. Kellemetlenség, hogy aktiválódik a neutronsugárzásra, tehát rövid felezési idejű sugárzóizotópok jönnek létre, vagyis a hűtőközeg maga is aktívvá válik. Az óromnál további kellemetlenség, hogy korrózív, nagyon erősen korrózív, nehéz olyan anyagot találni, amivel szerkezeti anyagnak alkalmas, sőt van egy erózió nevezetű jelenség, belegondolunk, az ólom egy akkor olyan nagy tömegű, nagy sűrűségű anyag, hogy gyakorlatilag, hogyha túl nagy tömegárammal áramlik, akkor elsodorja ezeket a szerkezeti elemeket, tehát szabályosan lecsiszolja, és így ezek elfogynak. Ez is egy olyan probléma, ez gyakorlatilag korlátozza az áramlási sebességét az ólom hűtőközegnek. Mind a kettőnél igaz, hogy légköri nyomáson használható, ellentétben ugye a vízzel, amit annak a jobb hatásfok érdekében nagy nyomáson, 120 bar vagy a fölötti nyomáson alkalmazunk. Viszont hátrány, hogy nem átlátszó, tehát minden karbantartás és egyéb műveletet egy átláthatatlan közeg alatt kell végbevinni. Na akkor, hogy áttekintettük, hogy mi is az a gyors reaktor, meg hogyan épül föl, térjünk rá arra, hogy mire lehet ezeket használni, és egyáltalán miért foglalkozunk a gyors reaktorokkal. Az egyik jelenség, amiben a gyors reaktorok fontos szerepet kapnak, az úgynevezett üzemanyagtenyésztés. Az üzemanyagtenyésztést konverziónak, átalakításnak is nevezzük, és ez azt jelenti, hogy nem hasadóképes izotópokból, ezeket fertilis, tehát tenyészanyagnak is mondjuk, fertilis izotópokból, ilyen az urán-238 például, vagy a tórium-232, neutron befogással átalakítjuk hasadóképes izotópokká, ilyen a 239 plutónium, 240 plutónium, vagy a urán 233. Tehát egy darab neutron elnyelődése árán ezek az izotópok át tudnak alakulni egy hasadóképes izotóppá. A gyakorlatban két fontos ilyen konverziós lánc, ciklus van. Mind a kettő ugye azért fontos, mert az urán, illetve a tórium a természetben megtalálható elemek, bányászható elemek.
Az urán esetében ugye ennek túlnyomó részét az urán 238 teszi ki, a hasadóképes urán 235 mindössze 0,71%-ot, ezért van szükségünk dúsításra általában. A tórium urán lánc esetében pedig ugye a tóriumnak ez a 232-es izotópja található meg a természetben, ez sem hasadóképes önmagában. Ebből az urán 233-as hasadóképes izotóp jöhet létre. Hogyan is jönnek pontosan létre? Itt a tórium, urán és az urán-plutónium ciklust szeretnénk bemutatni. Tehát először a tórium-urán ciklusba ugye a tórium a tenyészanyag, amely egy darab neutron befogásával, majd két rövid felezésű idejű bétabomlás után a urán-233-mal alakul. Az a hasadóanyag. A urán-plutónium ciklusban a tenyészanyag az urán-238-as, ami megint csak egy darab neutron befogással, ugye urán-239-é, majd két béta, rövid felezési idejű béta bomlással plutónium 239-é alakul. Tehát mind a két ciklusnak jellemzője, hogy egyetlen neutron befogásra van szükség, hogy egy tenyészanyag magból egy hasadóanyag mag jöjjön létre. A tenyésztést ezekkel a mennyiségekkel írjuk le. Igazából észre lehet venni, hogy az úgynevezett konverziós tényező meg a tenyésztési tényező ugyanaz, csak hogyha konverziós tényező nagyobb, mint egy, akkor tenyésztési tényezőről szoktunk beszélni. Mind a két esetben a termelt hasadóanyag és az elfogyasztott hasadóanyag arányáról beszélünk. Van még egy mennyiség, ezt nyilván tenyésztés esetén van értelme definiálni, ez a tenyésztési nyereség, vagyis hogy egynél mennyivel nagyobb a tenyésztési tényező. Na hát nézzük meg, hogy hogyan is lehetséges ez, mi a feltétele annak, hogy több hasadóanyagot tudjunk létrehozni a reaktor üzemel során, mint amennyit az elfogyaszt. Hiszen a egynél nagyobb tenyésztési tényező az ezt jelenti. Ehhez egy hasadási neutronhozam nevű mennyiségetre van szükségünk a legegyszerűbb modellben, hogy valamit erre tudjunk mondani, hogy mi a magfizikai feltétele a tenyésztésnek. És ez nem más, mint hogyha a hasadásban keletkező neutronok számát megszorozzuk ugye a hasadási hatáskeresztmetszet per a hasadás plusz befogás arányával, vagyis ugye ez az arány megmondja, hogy ha üzemanyagban elnyelődő neutron milyen valószínűséggel vált ki hasadást, ha azt megszorozzuk a várható neutronok számával, akkor azt kapjuk meg, hogy egy elnyelt neutron, egy üzemanyagban elnyelt neutron hatására hány neutron szabadult föl. Ugye vigyázzunk, ez nem ugyanaz, mint a hasadásonként felszabaduló neutron. Itt már eldöntöttünk, hogy hasadás történik. Itt azt mondtuk csak, hogy elnyelődik az üzemanyagban a neutron. És hát ebből nyilván egy fontos tényező a befogás és a hasadás aránya. Ebből a szempontból megint nagyon fontos, itt hívnám föl a figyelmet megint, hogy a nü értéke az nem csak energiában, hanem izotóponként is más. Tehát ez nagyjából a termikus neutronokra jellemző energia, ez pedig ugye már a hasadási neutronokra jellemző energia, és látjuk, hogy ebben a tartományban jelentősen növekszik a nü, és hogy a plutónium 239-re általában magasabb, mint itt a másik két hasadóanyag izotópra. Ebből már akkor föl tudunk írni most egy ilyen magfizikai feltételt, hogy minek kell teljesülnie a hatáskeresztmetszetek szintjén, hogy egyáltalán beszélhessünk tenyésztésről egy ilyen egyszerű közelítésben. Hát először is tudjuk, hogy ahhoz, hogy a láncreakció fönnmaradjon, ahhoz minden egyes hasadás után átlagosan ugye egy neutronra szükségünk van ahhoz, hogy újabb hasadást váltson ki. További mondjuk, hogy L, neutron, elvész, parazita, tehát nem a hasadóanyagban történő befogás vagy kiszökés miatt. Ebből ugye az következik, hogy csak a maradék fogódhat be a fertilis anyagban,
És ahhoz, hogy szaporítsunk, ahhoz minden egyes hasadás után, ahol elfogyott egy hasadóanyag izotóp, szükségünk lesz egy elnyelésre tenyészanyagban, hogy létrejöjjön egy újabb hasadóanyag izotóp, ami pótolja. Ha ez teljesül, akkor már ugyanannyit termelünk, mint amennyit elhasználunk. Ebből ugye azt kapjuk, hogy kettőnél kell igazából nagyobb legyen, kettő plusz ez a bizonyos veszteségeknél kell nagyobb legyen, tehát bizonyos, hogy kettőnél nagyobb kell legyen a hasadási neutronhoza, és hát a szaporítási tényezőt is gyakorlatilag ilyen formában fölírhatjuk. Most pontosan, hogy hány neutron szökik ki, ezt nehéz megállapítani, de a kiszökő neutronok hasznosítására van egy nagyon praktikus módszer. Az alapvetően hasadóanyag tartalmú, hasadóanyag és fertilis anyag keverékét tartalmazó aktív zónát körbevesszük egy tisztán fertilis anyagot tartalmazó tenyészköpennyel. Tehát minden egyes kiszökő neutron valószínűleg még itt a köpenyben hasznosulni tud tenyésztés számára. Ezzel jelentősen csökkenthetjük a veszteségeket és növelhetjük a tenyésztési tényezőt. Hát akkor nézzük ezt a neutronhozam nevű mennyiséget, ugye a neutron energia függvényében emlékezzünk rá, hogy kettőnél nagyobb számot keresünk. Itt van a urán-233, urán-235, plutónium-239-re. Amit megfigyeltünk, hogy az urán-235-re bizony nem nagyon lesz ez kettőnél jelentősen nagyobb, csak nagyon nagy energiákon, 1 megaelektronvolt fölött kezd ez fölfelé kanyarodni. Az urán-233 esetében viszont már termikus energiákon is olyan kettő fölött van valamennyivel, jobban, mint a többi esetben, de aztán a nagy energiákon nem növekszik olyan nagyon nagy mértékben. A plutónium-239 viszont itt nagyjából ebben a tartományban emlékszünk, hogy kiloelektron volt fölött van a gyors reaktornak a neutron spektruma, tehát már nagyjából abban a tartományban is nagyon gyorsan növekszik, és aztán itt ugye 1 megaelektron volt fölött még gyorsabban növekszik. Tehát, hogyha itt a kettő és a görbe közötti területet nézzük, akkor látjuk, hogy itt a plutónium-239-nél tűnik a legkedvezőbbnek a helyzet, méghozzá a gyors neutron spektrumban, tehát a gyors reaktorokra jellemző spektrumban. Következik az urán-plutónium ciklus elsősorban gyors reaktorokban hatékony. A tórium-urán ciklus, tehát amelyikben az urán-233 játszik szerepet, az működhet termikus reaktorral is, de a tenyésztési tényező az alapvetően kisebb lesz, éppen csak meghaladja az egyet valószínűleg az urán-plutónium ciklushoz képest. Na most itt most felvetődhet a kérdés, hogy hát ez így rendben van, de hogyan indítjuk el ezt az egészet, hiszen sem urán-233-unk, sem plutónium-239-ünk nincsen a természetben, csak urán-235-ünk. Ezért aztán nagyon fontos mindaz a kiégett üzemanyag, ami még az urán-235 és a dusított urán felhasználása során felhalmozódik, mert abban már van elegendő plutónium ahhoz, hogy össze lehessen rakni belőle egy olyan reaktort, amelyik már valóban egyfölötti tenyésztési tényezővel tenyésztésre képes. Itt is a hasadási neutronhozamot láthatjuk, a különböző izotópokra, most már jellemző reaktor spektrumokra, és hát ugye egyértelmű, ahogy vártuk, hogy a gyors reaktor esetében van egy kiemelkedően magas szám a plutónium-239-nél, és még a urán-233-nál van kettőnél jelentősen nagyobb szám, ott egyaránt termikus és gyors reaktornál. Na most megállapítottuk, hogy tudunk hasadóanyagot előállítani, tehát gyakorlatilag az urán-238-ból, ami nem hasadóképes izotóp, ami gyors reaktorainkban hasadóanyagot tudunk előállítani, és azt tudjuk hasznosítani. De igazából szükség van erre? Nem elegendő-e az az urán, ami rendelkezésre áll a világban, ami bányászható, és a jelenlegi hagyományos módon dúsítása után a reaktorokban hasznosítható, tehát alapvetően az urán-235. Ami a hasadó képes izotó. Itt a felhasznált urán készleteket ábrázoltam időben,
néhány, ugye hát a jövőre nézve, néhány előrejelzés alapján, hogy mekkora is lesz a világ urán felhasználása, tehát gyakorlatilag az atomenergetikai termelés. A igazolt urán források olyan 8-7-8 millió tonna között vannak. Ezek azok a források, amiket készleteknek hívunk, és amit valamilyen mérés igazol, hogy valóban ott van, és körülbelül milyen mennyiségben van található urán. Ezekhez már költségbecslés is adható, látható, hogy haladunk-e, hogy egyre több fogy el, egyre drágább készletekhez kell nyúlni. E fölött olyan prognosztizált, meg spekulatívnak mondott készletek vannak, amire csak becslések vannak. Összességében ez még, ha ezek valóban ott vannak, akkor ez még közel megduplázhatja a világ uránkészleteit. Itt már konkrét költségről nincs értelme beszélni, mert annyira pontos részleteink nincsenek. Itt a legalsó vonal jelzi a mai felhasználás ütemét, ami azt jelenteni, hogy ebben a felhasználásban több mint 100 évig, mint egy 120 évig elegendőek pusztán az igazolt források. Bár ugyanakkor azt meg kell jegyezni, hogy ez ugye az urán, a kitermelt urán árának folyamatos emelkedése mellett lehetséges, tehát a vége felé már a legdrágább kategóriába is becsúszik, miközben ma még a olcsó kategóriában vagyunk. Azonban még az alacsony előrejelzések is mutatnak, itt például az OECD, illetve a Nemzetközi Energiaügynökség által is mutatnak valamekkora növekedést. A magas előrejelzések, tehát hogyha megvalósul minden várható fejlesztés, beruházás, atomerőművi bővítés, az egy még komolyabb emelkedést és nagyobb fogyasztást jelez előre. És különösen, hogyha olyan politikákat kezdünk nézni, amelyek mellett a kitűzött fenntarthatósági célok, elsősorban a klímavédelmi célok, tehát a széndioxid kibocsátás csökkentése lehetséges. A Nemzetközi Energiaügynökség 2017-es ilyen fenntartható forgatókönyve szerint ugye már jóval nagyobb mértékben kell növekednie az atomenergetikai termelésnek, és az azt jelenti, hogy körülbelül fele annyi idő alatt jutunk el ugyanarra a szintre, mint a jelenlegi felhasználás mellett. Ha pedig olyan politikákat nézünk, ahol kifejezetten az atomenergiára alapoznánk a széndioxidmentes, tehát a karbonmentes termelést, akkor ez még gyorsabb növekedést igényelhet. Ez a World Nuclear Association nevű szervezetnek egyik előrejelzése, hogy hogyan is kéne az atomenergetikai kapacitásokat fejleszteni, hogy a klímavédelmi célokat, tehát a széndioxid kibocsátás csökkentését elérhessük. Ebben az esetben már az évszázad második felébe komoly kérdés lehet, hogy ha nem is az, hogy találunk-e még uránt, mert valószínűleg a prognosztizált készletek még rendelkezésre állnak, de hogy milyen költsége. Az atomerő kapacitás várható alakulását pedig hát részben az szabja meg, hogy a globális energiaigény az növekszik, a villamosenergia igényét, meg villamosenergia részarányát az energia felhasználáson belül szintén növelni kell, gyakorlatilag fenntarthatósági okokból. Ugye tudjuk, hogy például közlekedés terén, elektromobilizáció, tehát amennyire lehet, át kell térni az elektromos meghajtásra. Természetesen olyan elektromos meghajtásra, ami karbonmentes, ahol a villamos energia karbonmentes forrásból származik. A karbonmentes források két alapvető csoportja van. Az egyik az ilyen időjárás függő megújulók, ez ugye a nap és a szélenergia alapvetően, és az alaperőművi termelés, mint a víz és az atomenergia. Ezek között egy kiegyensúlyozott energia mixre, ezt energia mixnek mondják, az energetikával foglalkozók, egy olyan kiegyensúlyozott keverékre van szükség, amelyben mindkettő megvan, tehát amilyen mértékben lehet úgy nyilván a megújulók, amiknek nincsen, vagy minimális, ugye a üzem közben nincsen széndioxid kibocsátása, és környezetvédelmi szempontból nagyon kedvezőek, viszont nem tudják garantálni azt az ellátás biztonságot, hogy folyamatosan, amikor nekünk villamos energiára van szükségünk, akkor folyamatosan legyen. Ezért szükség van egy alaperőművi, folyamatosan termelő, mindig rendelkezésre álló termelésre. A kettő között
közötti arány, hogy hogyan lehet, meddig lehet a megújulókat növelni, az gyakran vita tárgyát képezi, de valószínűleg olyan 50%-os arányokról van szó, egy kiegyensúlyozott energia mixről. Vagyis mindez a növekmény az atomenergetika növekedését is jelentenie kell. Ezt mutatja a Nemzetközi Energiaügynökségnek most a legújabb 2020-as kiadványában is. Ugye ez a görbe, amiben ez a zöld vonal tartozik, ez az emelkedés egy fenntartható fejlődési forgatókönyvhöz, ez pedig a jelenleg ismert betervezett építkezések, ez pedig a további atomerőmű beruházások nélkül, miközben a régi atomerőket le kell állítani. Tehát ezért látszik, hogy sok már a élettartamát végét elért atomerőművet a következő évtizedekben helyettesíteni kell, és plusz új beruházásokra is szükség van ahhoz, hogy fönt lehessen tartani és el lehessen érni ezeket a fenntarthatósági célokat. Ahogy ugye az előző ábrán láttuk, mindez a növekmény már az évszázad vége felé egy komoly uránár emelkedést is eredményezhet. Ugye miért fontos ez nekünk? Mert ez azt jelenti, hogy ezért gondolkozik sok ország stratégiailag a gyors reaktorokban, mert a gyors reaktorok segítségével ez esetleges üzemanyag ellátási probléma megoldódhat. Egy másik nagyon fontos kérdés, amihez a gyors reaktorok hozzá tudnak járulni, a radioaktív hulladékok kérdése. Itt nagyon fontos megkülönböztetni két különböző kategóriát. Az egyik az alapvetően üzemeltetésből és leszerelésből származó kis és közepes aktivitású hulladékok kategóriája, amelyek rövidebb felezési idejűek és felszíni vagy felszín közeli tárolókban. Magyarországon Bátalapátiban épült egy ilyen felszín alatti, de nem nagyon nagy mélységbe készült tároló, elhelyezhetőek. Ezekre általában már legtöbb ország kialakította maga megoldásait. Nagyon fontos látni itt a hulladékok arányát, tehát hogy a nagy kockák, ugye még az összes ipari hulladék az Európai Unióban, a kisebbik, ez a toxikus, tehát valóban mérge, valamilyen kémiai szempontból mérgező hulladék, és hát ez az ahhoz képest eltörpülő kocka, ez, ami az összes radioaktív, vagy főleg a nagyobb mennyiségű kis és közepes aktivitás hulladékot jelenti, és egy még jobban eltörpülő, ugye 240 köbméter per év kocka, pedig a nagy aktivitás hulladékot, ami egyértelműen a kiégett üzemanyagból származik, hosszú felezési idő jellemzi, és a szakmai konszenzus szerint egyértelműen egy mély geológiai tárolóra, tehát valami megfelelő geológiai formációban való elhelyezésre van szükség, hiszen nagyon hosszú időre kell elszigetelni a környezettől, a bioszférától. Az ilyen jellegű hulladékokat ma jellemzően még átmeneti tárolókban tárolják, miközben a vizsgálatok zajlanak, hogy hol lenne a legkedvezőbb kialakítani az ilyen tárolókat, de több ország, például Svédország, meg Finnország már nagyon előre adott állapotban a tároló építésével kapcsolatban, tehát megvan a telephely, megvannak a konkrét tervek, és a következő években ezeket a tárolókat már beütemezik. Miért fontos ez nekünk? Hát először is nézzük meg, hogy hogyan áll össze a kiégett üzemanyag. Emlékszünk, hogy a neutron befogások által ugye más újabb és újabb izotópok jönnek létre az aktinidák között. Ugye eddig az uránról meg a plutóniumról beszéltünk, de van még további fontos aktinida izotópok, ezek a neptunium, az americium meg a kürium, amelyeket összefoglaló néven másodlagos aktinidáknak nevezzük. Azért másodlagos, mert ahogy látjuk, a túlnyomó része a tömegnek az uránból és a plutóniumból adódik. Ugye egy kiégett üzemanyag tömegének mindössze 1/10%-a tesz ki a másodlagos aktinidák összessége. Ugyanakkor ezek a másodlagos aktinidák, látni fogjuk, hogy a radioaktivitásuk, a radiotoxicitásuk miatt igen jelentősek. A hasadási termékek, azoknak a mennyisége nyilván arányban van az elhasított hasadóanyag mennyiségével.
Nagyon sok közöttük a stabil, itt látjuk, hogy egy jelentős részük stabil hasadású termék. Az is rövidebb felezésű jellemzően, amelyik nem stabil, és általában egyetlen bomlásra stabil izotóppá bomlanak, ellentétben az aktinidákkal, amelyek a bonyolult bomlási sorok, ugye alfa, béta bomlások követik egymást, és újabb aktinidák bomlanak még többször, mielőtt egy stabil izotóphoz érnénk a bomlási sorban. Ennek eredménye az, hogy ha megnézzük, hogy ezt a nagy aktivitású hulladékot, tehát most csak a nagy aktivitású hulladékról beszélünk, milyen hosszú távú kockázatok jellemzik, akkor a kitermelt, tehát a természetből eltávolított uránért radioaktivitásához viszonyítva, tehát ez lesz az egyes szint, azt látjuk, hogy a kiégett üzemanyagnak a radiotoxitása az bizony vagy 100 000 év múlva éri el ezt a szintet. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy 100 000 évig kell tárolni, hiszen ez már egy nagyon alacsony szint, hogy konkrétan mennyi ideig és milyen tárolóban kell elhelyezni, azt konkrét biztonsági elemzésekkel megmondják, hogy a tároló sérülése esetén se kaphasson a környező lakossága meghatározott nagyon alacsony küszöböknél magasabb dózisokat. De hogyha azt nézzük, hogy körülbelül a eredetileg felhasznált uránhoz képest mennyi ideig veszélyes, akkor azt mondhatjuk róla, hogy ez a 100 000 év a jellemző. Ha azt nézzük, hogy van bizonyos valószínűség annak, és igazából nem tudjuk megmondani ezen az időtávon, hogy mi fog történni, és közvetlenül, véletlenül, szándékosan vagy szándékolatlanul hozzáfér-e valaki, akkor valóban ez a radiotoxitás lesz a releváns, tehát hogyha mondjuk a tárolót valamilyen okból megbolygatják, belefúrnak, fölbontják, megtalálják, nem tudjuk, hogy ebben az időtávlatban ki és mit fogott tenni. Akkor azt látjuk, hogy először ugye a plutónium, hogyha megnézzük, hogy mi az összetétele ezeknek a radioaktivitási görbéknek, először a plutónium az, ami meghatározza a hosszú távú kockázatokat és a veszélyességét a hulladéknak. Ha a plutóniumot el tudnánk távolítani, hiszen láttuk, hogy ez egy jó hasadóanyag, tehát felhasználhatjuk, akkor utána, ami marad, ezek a másodlagos aktinidák, és még mindig 10 000 éven túl van ez a pont, ahol eléri ezt az egyes referencia szintet. Ha azonban ettől a résztől is meg tudnánk szabadulni, akkor már nem marad más, mint a hasadási termékek, és ezek gyakorlatilag néhány száz év alatt lecsökkenhetnek ez alá a szint alá. Nagyon fontos, hogy vannak azért hosszú felezési idejű hasadási termékek, és azoknak a geológiai elszigeteléséről továbbra is gondoskodni kell, de az összhulladék veszélyességét, hogyha hozzáférés esetén való veszélyességét, innentől kezdve ez már sokkal csekélyebb. És itt a jó hír az, hogy a másodlagos aktinidákat a plutóniumhoz hasonlóan gyors reaktorokban, gyors neutron spektrumban hasznosítani lehet gyakorlatilag. Itt a hasadás per befogás arányt látjuk néhány olyan másodlagos aktinidára, amelyik nem hasadóképes, tehát termikus látjuk, alacsony energiákon a hasadás aránya nagyon kicsi a befogáshoz képest, ugye az egyes szint az itt található, viszont nagy energiákon is tipikusan a hasadási energiák körül, tehát a gyors neutron spektrumnak is ugye a nagyobb energiás részén, ezek már egyértelműen meghaladják ezt az egyet. Valószínűbb, hogy hasad, mint hogy befogódik, gyakorlatilag ott már hasadóanyagként fognak viselkedni. Ez nagyon kedvező, mert ezek szerint, ha ezeket a másodlagos aktinidákat is megpróbáljuk hasznosítani, akkor gyors reaktorokban hasadási termékek kialakíthatóak. Ezt szoktuk transmutáció címén emlegetni. Most, hogy megnéztük, áttekintettük, hogy mire is jók a gyors reaktorok, nézzük meg, hogy milyen reaktortípusok voltak, milyen fejlesztések vannak ma, és milyen elképzelések vannak a jövőre nézve. Az egyik fontos reaktortípus
amit elsősorban meg kell említeni, ez a nátriumhűtésű gyorsreaktor, hiszen ez volt az első, ilyenek épültek már, ez az, amivel a legtöbb tapasztalat van. Az egyik lehetséges megoldás egy úgynevezett medence típusú elrendezés, amikor itt ebben a gyakorlatilag a reaktor tartályként szolgáló medencében folyékony nátrium, ugye cseppfolyós nátriumban található ugye az aktív zóna, egy keringtető szivattyú, amelyik az aktív zónán a hideg nátriumot, a lehűlt nátriumot keringeti, keresztül keringeti, és egy hőcserélő, amelyik ugye a hőt, a felszabaduló hőt tovább viszi, és ez mindegy medencében található meg, ez egy jelentős hőtehetetlenséget biztosít, ezért egy kedvező elrendezés. Nagyon fontos, hogy ez a hőcserélő ennek a szekunder oldalán még szintén nátrium van, azonban olyan nátrium, ami ugye nem kerül a reaktor közelébe, ezért nem aktiválódik föl. Ebben a medencében található primerköri nátrium ugyanis a reaktorban fölaktiválódik, tehát ez egy radioaktív anyag, ezért nagyon szerencsétlen lenne, hogy kikerüljen. Azért, hogy ez ne történhessen meg, ez itt szintén nátrium kering, tehát itt nincsen nátrium vízhőcserélő, nátrium vízhőcserélő csak itt ezen az oldalon van, ez egy gőzfejlesztő gyakorlatilag, itt már a hagyományos módon gőz keletkezik, ami gőzturbinára megy, generátor hajt, stb. A nátrium hűtésű gyorsreaktorral kapcsolatban több fontos kihívás is van, hát nyilván az egyik a hogy a nátrium ugye egy nagyon reaktív anyag, a vízzel is. A másik pedig, hogy bizonyos reaktorfizikai együtthatói, bizonyos reaktorfizikai paraméterei nem a legkedvezőbbek, és olyan pozitív visszacsatolások vannak, amik bizonyos baleseti szituációkban a helyzetet ugye még rosszabbíthatják, tehát hogy a teljesítmény emelkedése még további teljesítmény emelkedést eredményez. Ezért ugyanát ez egy nagyon gondos tervezést igényel, hogy ezzel a problémával meg lehessen küzdeni. Ugye, ahogy mondtam, nátrium hűtésű gyors reaktorok már voltak bőven, már az 50-es években elkezdődtek a fejlesztések, az első kísérleti tenyésztő reaktorok nátrium hűtésű reaktorok voltak, mára már 400 év reaktorév üzemeltetési tapasztalat felhalmozódott, és ezek közül az úgynevezett negyedik generációs reaktortípusok közül gyakorlatilag ez a legkiforrottabb technológia is. Ma jelenleg, hogyha megnézzük itt sorrendbe, az Egyesült Államok kezdte, de aztán nem folytatta tovább a 80-as évektől kezdve a gyors reaktor programját, hasonlóan több másik országhoz is, Oroszország viszont kitartott ezen a területen, és ma egy 600, illetve egy 800 megawattos blokkja is termel konkrétan a hálózatra, és tervezik az 1200 megawattos, amelyik már a kereskedelmi típus lesz annak az építését. Oroszországon kívül elsősorban Indiára és Kínára mondható, hogy jelentős erőfeszítéseket tesz, és komoly tervei vannak. Franciaországnak volt egy ilyen programja, de a jelen pillanatban, tehát ezt tavaly nyáron leállították, és most ebben a pillanatban nem tudni, hogy hogyan fogják folytatni ezt a programot. A történeti szempontból fontos megemlékezni az Egyesült Államokban két reaktorról. Az első ez a bizonyos EBR-1, Experimental Breeder Reactor 1, amelyik 1951-ben először állított elő elektromos áramot atomenergiából. Az amerikaiak azt mondják, mai napig úgy emlegették, hogy ez a világ első atomerőműve. Ezzel az oroszok erősen vitatkoznak, mert náluk kötöttek először hálózatra atomerőművet 1954-ben. A további fontos lépése ennek az EBR-1-nek, hogy a tenyésztés elvét kísérletileg is bizonyították, tehát földolgoztak besugárzott üzemanyagot, és megállapították, hogy valóban több üzemanyag keletkezett, mint amennyi elfogyott. Ennek a fejlesztésnek a folyamánya volt az úgynevezett EBR-2-es, amelyet aztán 94-ben az Egyesült Államok gyors reaktor programjának leállításával együtt leállítottak. Ennek egy nagyon fontos eredménye volt 1986-ban egy kísérlet sorozat,
amely megmutatta, hogy valóban ez a reaktor típus is rendelkezik azzal a fajta passzív, operátori beavatkozást nem igénylő biztonsággal, amelyben természetes cirkulációs áramlás segítségével a reaktor képes egy biztonságos állapotban tartani gyakorlatilag magát egy üzemzavari helyzetben. Fontos megemlékezni Franciaországról, itt a Phoenix, illetve a Super Phoenix reaktorról. A Phoenix az egy nagyon sikeres kísérleti prototípus reaktor volt, ugye viszonylag kis teljesítményű, 40 éves működése alatt nagyon értékes üzemeltetési tapasztalattal és kísérleti eredményekkel szolgált. A Super Phoenixről ugyanez nem mondható el, elég rövid ideig működött, ez lett volna az első igazi nagy, ugye 1200 megawatt körüli teljesítményű gyors reaktor. Azonban már az építését, tüntetését kísérték, mivel ugye egy prototípusról van szó, ezért elég sok problémával küszködött, nagyon keveset üzemelt, általában különböző meghibásodások miatt állt, és végül 1997-ben elsősorban politikai okokból, hogy ne veszélyeztesse a francia atomprogram többi részének a lakossági elfogadottságát, inkább leállították. Hasonlóan felemás eredmény a japán gyors reaktor program, amely a Monju reaktor, amit 94-ben indítottak be, gyakorlatilag körülbelül egy évet üzemelt. Ez az üzemzavar, ez egy nagyon rosszul hangzik, mert egy szivárgás volt a szekunderkörbe, és ez nátrium tüzet eredményezett. Ugyanakkor ez egy kezelhető mértékű helyzet volt valójában, erre tervezték a reaktort, tehát nyilván fölmerülhet a ilyen jellegű szivárgás, ezért ezt a tervezésnél figyelembe veszik. Viszont az üzemeltető nagyon szerencsétlenül járt el, próbálta elbagatellizálni a helyzetet, amiből olyan botrány kerekedett, aminek az eredményeképpen végül is a üzemeltetési engedélyt visszavonták, ezt csak 2010-ben adták meg újra, utána meg 2011-ben jött Fukushima, és többi japán reaktorral hasonlóan leállítják, majd ellentétben sok más reaktorra nem is indítják újra, mert arra jutottak, hogy a új biztonsági szabályoknak való megfelelés az nehezebb lett volna, mint a leszerelése a reaktornak. Ami inkább sikertörténet ebből a szempontból az Oroszország története, ugye ma két hálózatra termelő, villamosenergiát termelő gyors reaktor blokkja is üzemel, a BN600-as és a BN800-as, és tervezik a BN1200-as típust. A BN600-as kezdeti nehézségei után alapvetően nagyon sikeresen üzemeltetik különösebb probléma nélkül ezeket a reaktorokat. A nátrium hűtésű gyorsreaktoroknak láttuk, hogy vannak komoly kihívásaik. Erre válaszképpen ugye két másik reaktor típus fejlesztése is zajlik. Az egyik az ólomhűtésű gyorsreaktor, már néztük a ólomnak a potenciális előnyeit, hátrányait. Ha itt most össze akarjuk foglalni, az egyik nagyon fontos dolog, hogy az ólom nagy hőkapacitása természetes cirkulációt tesz lehetővé, akár a kényszerített áramlás 20-25%-ának megfelelő tömegáram fönnmaradhat természetes cirkulációval az ólomhűtésű reaktorban. Ez arra is lehetőséget ad egy kisebb teljesítményű reaktornál, hogy akár teljes egészében természetes cirkulációval alapozzuk a hűtését a reaktornak. Ez az ábra is, ami egy népszerű ábra az ólomhűtésű reaktorokról, is alapvetően egy ilyen természetes cirkulációs reaktort ábrázol. A másik nagyon fontos dolog, hogy mindazok a problémák, amik a nátriumhűtésű reaktorban megvannak, itt nincsenek. A forráspontja még magasabban van ugye a hűtőközegnek. Nincsen heves reakció, nincs szükség ólom-ólom közbenső hőcserélőre, lehet közvetlen ólom-víz hőcserélő. De ugye, ahogy a kihívásokat is emlegettük, igen magas az olvadáspont, és az ólom korróziója meg eróziója nagyon komoly anyagtechnológiai kihívást jelent. Érdemes megemlíteni, hogy
ólomhűtésű gyors reaktorokkal kapcsolatban a szovjet atomtengeralattjáró program szolgál előzményekkel. Természetesen ezennek az adatai nem nagyon hozzáférhetőek, és azt is el lehet mondani, hogy igazából azok nagyon más típusú reaktorok voltak, kisebbek, alacsonyabb hőmérsékletűek, alapvetően inkább termikus spektrumok, csak az ólom-bizmut hűtőközeget, ami az ólomnak egy kedvezőbb, alacsonyabb olvadáspontjú ötvözete alkalmazták, de ez is anyagtechnológiai szempontból az így gyűjtött tapasztalatok is igen fontosak, főleg az orosz fejlesztések számára. Egy másik lehetőség az ólomütésen túl ugye a gázhűtés. A gázhűtésnek rengeteg előnye van, ellentétben a folyékony fémekkel kémiailag teljesen semleges, átlátszó, egyáltalán nincs neutron abszorpció, mert nagyon alacsony ugye a sűrűség. Nagyon magas hatásfok, 50% körüli hatásfok is akár elérhető a villamosenergia termelésben. És a magas hőmérséklet még sok egyéb felhasználási lehetőséget is rejt. Viszont van egy nagyon alapvető probléma, a gáz csekély hőtehetetlensége miatt egy üzemzavari szituációban nagyon magas hőmérsékletet kell a zónának elviselnie. Nincs meg az a hűtőközeg tömeg, ami képes lenne átvenni egy ilyen tranziens folyamat, egy ilyen átmeneti állapotban felszabaduló nagy mennyiségű hőt. Ezért magának a zónának kell kibírnia, hogy nagy hőmérsékletre hevül föl egy esetleges üzemzavar esetén, és ezt egy speciális, ilyen keramikus, tehát nem fém, hanem valamilyen kerámiából készült burkolattal lehet megengedni. Tehát egy ilyen esetén lehet ezt megengedni. Ennek a fejlesztése az a legalapvetőbb kihívás a gázhűtésű gyors reaktoroknál, és még erre ugyan vannak tervek, de a pontos megvalósítása és hát annak a demonstrálása mind a mai napon várat magára, és hát addig gyakorlatilag nem várható, hogy a gázhűtésű gyors reaktoroknál nagy áttörés érhető el. Itt szeretném összefoglalni végül az Európai Unióban és az Európai Unió kutatási programjában zajló gyors reaktor fejlesztéseket, amit az eddigiekre lehet fölfűzni. Tehát a nátriumhűtésű demonstrációs reaktor program, amit ugyanakkor 2019-ben Franciaországban, végül Franciaország elsősorban ez Franciaországon alapozódott, leállította a projektet. Várhatólag ez a nagyméretű demonstrációs reaktor helyett egy kisebb kísérleti reaktor építésével fog átalakulni ez a kutatási irány. Az alternatív technológiáknak a koncepcióján továbbra is dolgoznak. Ez az Alfred ólomhűtésű és az Allegro gázhűtésű kísérleti reaktor. Alapvetően az ólomhűtésű technológia előrebb jár, már egy demonstrációs reaktornak a koncepcionális tervei készen vannak. Az Allegro, ugye, ahogy említettem, a gázhűtésnél még komoly kérdések merülnek föl. Itt inkább egy előzetes koncepció állt össze. Ebben különösen fontos szerepet vállal Magyarország is, ugye már többi visegrádi országgal együtt és Franciaországgal együtt egy konzorciumban. Hát a mai állapotban gyakorlatilag elméleti szimulációs számításokat, vizsgálatokat végezünk a reaktor megtervezése érdekében. A BME Nukleáris Technika Intézete is ezekben a Európai Uniós és más nemzetközi projektekben is aktívan részt vesz, ami ilyen gyors reaktorokhoz kapcsolódik. Ennek elsősorban az a fontossága, hogy itthon is meglegyenek azok az ismeretek, és meglegyen az a kompetencia, amely alapján ezeket a stratégiai időtávon nagyon fontos fejlesztéseket, és azoknak a atomenergia alkalmazására, illetve a nukleáris üzemanyagciklusra való hatását meg tudjuk ítélni. Összefoglalásképpen ezeket gyűjtöttem össze, ezek a fő pontjai az előadásnak. Én egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, az utolsó pontra, amit így külön is kimondani, hogy a mai termikus reaktorok, tehát például a paksi atomerőmű kiégett üzemanyaga, a jövő üzemanyagciklusában, amit a gyors reaktorokkal lehet megvalósítani, nyersanyag erőforrás lehet,
hiszen plutóniumot és más olyan anyagot tartalmaz, amiket abban az üzemanyagciklusban vissza lehet forgatni és hasznosítani lehet. Ezzel a üzenettel szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmét mindenkinek, és még kérdésekre váratlanul továbbra is állok rendelkezésre.